Köszöntöm a kedves nézőket, Szmodics Dávid vagyok. Sokfelé sűrű köd borítja a tájat, és három keleti megyére is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Rossz volt a látási viszony a Vajdaságban is. Szőlősi Zsuzsannának köszönjük szépen a felvételt. Felhívom a figyelmüket, hogy a meteorfotókukat mtva.hu e-mail címen várjuk hasonló érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket. A műholdképen látható az a frontrendszer, amely már megközelíti a Kárpát-medencét. Számottevő fronthatásra nem kell készülnünk, azonban a magasban már érkezik a nedvesebb, illetve enyhébb légtömeg. A talaj mentén is ez lesz majd a jellemző a hétvége folyamán, helyenként plusz 7 fokig szökik majd a hőmérő higanyszála. A mai napon a Kárpát-medencében túlnyomóan borult, illetve erősen felhős lesz az ég felettünk, csupán helyenként szakadozik fel a felhőzet. A középső, illetve keleti tartósan ködös tájakon hószálingózás, ónoszszitálás is kialakulhat, mindkettő veszélyt jelent a közlekedés során. Azonban más út számottevő csapadékra nem kell készülnünk, illetve a csúcsértékek nyugaton, északnyugaton emelkedhetnek majd fagypont fölé. Ott megélénkül a szél is, más út azonban gyenge marad a légmozgás. Az előttünk álló napokon is marad az általában tartósan borult, illetve párás, ködös időjárás. Szorványosan többfelé kialakul majd csapadék, az északkeleti tájakon inkább havazás, havas eső, másutt ónos eső, fagyott eső, eső is kialakulhat egyaránt. Az ónoszszitálás jelenti a legnagyobb veszélyt talán, illetve a tartósan sűrű köd, valamint majd szombaton, illetve vasárnap már 6-7 fokot is eléri majd a csúcsérték, illetve a legkevesebb csapadék a vasárnapi napon várható. Köszönöm a figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!